Mazda márkával kapcsolatban igen szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen Vinyussal nem olyan régen teszteltük Barcelonába a kettest, és Jani is volt azóta külföldi bemutatókon. Nem véletlen tehát, hogy a Genfi szalonon is természetesen itt vagyunk a Mazda standján, és mellettem ül Burovinc Eszter, a Mazda Motor Hungary PR és marketing vezetője, akit arról kérdezek, hogy ugyan mögöttünk CX-3 van, de gondolom a standon ugyanez a legfontosabb, de mindenféle más is található. Persze, ha a 85. Genfi autószalonra a Mazda egy igazi modelloffenzívával érkezett, és egy nagyon eseménydús évünk van, ami azt jelenti, hogy nagyon rövid idő közönként új modelleket mutatunk be. 5 új modell érkezik a magyar piacra ebben az évben. Ennek egyike az általatok már vezetett új Mazda 2 is, valamint a frissített 2015-ös Mazda 6 és CX-5. Mögöttem található a stand középpontjában az új CX-3, aminek az európai premierjét ünnepeljük most, illetve majd még megmutatom nektek az új MX-5-öt is, ami Janit biztos, hogy nagyon érdekelni fogja. Milyen jó a legújabb modell? Olyan modell a Mazda életében, amivel egy nagyon dinamikusan növekvő szegmensbe lépünk be. Egy nagyobb méretű szabadidőautóval már jelen vagyunk, ez a Mazda CX-5, viszont a kisebb méretben, a kompakt méretben még nem voltunk jelen, és ezért egy olyan ember tömeghez érünk el, aki még nem kereste a Mazdát. A SkyActiv technológia gondolom ebben az autóban is jelentkezik. Természetesen a SkyActiv technológia az alapja minden modellünknek, ez az 5. új modell, amit ezzel mutatunk be. Ez a műszaki tartalom az, ami alapvetően meghatározza azt, hogy ez egy nagyon lendületes, nagyon fiatalos modell, ugyanakkor nagyon alacsony a fogyasztása. Ki a közvetlen konkurens, ki az, akit igazándiból célszemélynek tartotok, akit le kéne verni? Nagyon érdekes, mert alapvetően a Nissan Juke ez a kategória, illetve a Renault Captur. Az Opel Mokka az egy picit nagyobb autó ennél. A Mazda számára mindig is nagyon fontos volt az, hogy egyénre szabható legyen egy autó, mind motorokban, mind belső térben. Ezzel kapcsolatban milyen újdonságokra számíthatunk? Hát azt láthatjuk, hogy a Mazda CX-3-ban a belső tér nagyon variálható egymással. Hogyha valaki inkább egy nőies irányba akar elmenni, akkor lehet választani a fehér bőrt, illetve a piros öltéseket vagy dekorpaneleket. Hogyha egy férfiasabb autóra van szükségünk, akkor pedig lehet választani a fekete bőr plusz szövet kombinációt, ami nem mellesleg nagyon kedvező a nyári időszakban. Ha motorokat tekintjük, akkor háromféle teljesítmény szinten lesz elérhető az autó. Benzinesen 120 és 150 lóerővel lesz elérhető, az új 1.5-ös dízelmotorunk pedig 105 lóerőt tud majd. És mindezt a 4 és illetve 6,4 literes fogyasztási tartományban. Akkor térjünk rá egy olyan modellre, amit már korábban említettél, hogy Janinak nagyon tetszeni fog, nem tudom, én miért lettem kihagyva, nekem is tetszeni fog, hiszen nagyon-nagyon hosszú évek után egy teljesen megújult, teljesen új formával, elképesztően jól kinéző és nagyon szexi, ami a modern világban nagyon fontos ezt mondani, nagyon szexi MX-5 fog érkezni. Igen, hát szerintem a Kodó formanyelvnek ez a legmerészebb megnyilvánulása, ez az új MX-5, ez már a 4. generáció, és ennek a mottoja az, hogy megőrzünk az innováció jegyében. Mit őrzünk meg? Az, hogy az autó tömege a gram stratégiának az értelmében 1000 kiló körül marad, 50-50%-os súlyelosztása van, hátsó kerék meghajtás, elől orrközépmotor. Ugyanolyan élvezetes lesz vele menni, ugyanolyan jó belemenni a kanyarba vele. Amit viszont újítottunk, az a belső tér, sokkal kényelmesebb, nagyon magas emberek is beférnek már az MX-5-be. Új Bose hangrendszert szereltek az autóba, és megkapta azt az MZD Connect rendszert, amivel azért kapcsolatban lehet maradni a világgal vezetés közben is. Mikor érkezik az MX-5 a magyar piacra, és nagyjából mennyi pénzt kell erre majd költenünk? A belépőáról még nem tudok információt adni, viszont a nyár végére már hozzánk is elérkezik. Úgy gondolom, hogy a jövő év lesz az, amit totálisan az MX-5 évének fogunk majd nevezni. Ilyen modelloffenzívával, amit a Mazda az elmúlt években hozott, és ugye most csúcsosodik ki, milyen számokkal tudtatok dolgozni 2014-ben, mennyit fejlődtetek, és mi a cél idénre? Azt tudom mondani, hogy 100 darabnál többet értékesítő márkák között mi vagyunk a top a fejlődésben. A Mazda saját számai szerint 70%-ot nőttünk 2013-ról 2014-re, és ezt a borzasztó jó lendületet szeretnénk folytatni ez évben is.